Sziasztok srácok, lányok, Albert vagyok, üdvözöllek titeket egy elég rendhagyó videóban, ami most ugye nem gameplay lesz, mert miért nem, mindig is szerettem volna valami ilyesmit csinálni egyszer. Ez egy ilyen kis rövid összefoglaló lesz az én személyes élményeimről, ez pedig arról szólna, hogy mit adott nekem a Star Wars, vagy gondolhatjuk, hogy mit adott nekünk, mondhatjuk úgy is. Hát ugye ki nem ismeri ezt a hatalmas franchise-t, ami 1977-ben látta meg a napvilágot, mert ugye már mely azóta már tartalmaz egy csomó történetet, képregényeket, könyveket, játékokat, meg mindenféle csomó jó dolgot. A minap, mivel hogy már van Disney Plus-om, úgy gondoltam ledarálom a franchise-nak az összes részét, a sorozatoktól kezdve minden szírtart, és a Klónok háborúja utolsó évadánál tartok, megfogalmazódott bennem, hogy nekem kellene csinálni egy saját véleményű kis Star Wars videót, mert miért nem, mert a gyerekkorom óta követ szinte. Én a bajós árnyakkal csöppentem bele egyébként ebbe a világba olyan 6 évesen, én már ott tudtam, hogy számomra ez egy meghatározó filmes univerzum lesz a elkövetkezendő éveimben, és hát ezzel nem hagyott talább soha a rajongásom, még akkor is, mikor ugye a Disney elindította a új trilógiát, amit sok Star Wars rajongó rinyált érte, hát nekem se a kedvencem, de szerintem elé nézhető. Ezt talán egy másik videóban még kivesézném, de most nem itt vagyunk, hanem nézzük a pozitív oldalait, hogy mit adott nekem, vagy mondhatni nekünk a Star Wars. Kedvelhető karaktereket. Én úgy gondolom, hogy ebben a franchise-ban nincs olyan ember, aki ne találná meg a kedvenc karakterét, hiszen annyira sok kidolgozott történetű karakter van, hogy Dunát lehetne belőle rekeszteni. Nekem a személyes kedvencem az Darth Maul, azaz már csak Maul, szerintem a világ legjobb antiantagonistája, és tökre tudok kötődni hozzá személy szerint. Ma. The Shadow. What fun! What fun! Elárulta a mestere, ketté vágták, majd évekig sínylődött megőrülve egyedül. Én úgy gondolom, ez egyébként inspirálóan hathat, mármint nem a kettévágás, a megőrülés, hanem hogy az Obi-Wan elleni bosszú hadjárataiban mindig kitartott, tehát állandóan kereste. Egyszerűen nem hagyta abba sose a keresést, kitartó volt. Sose adta fel, hogy megbosszulja ugye a lábai megfosztóját, de hát ugye nem a bosszú nem hathat inspirálóan, hanem a kitartás számomra a kitartása hatott inspirálóan. Ad még nekünk szerintem a Star Wars elég mély emocionális rombolást. Ugye nagyon sok mély érzelmi töltetű jelenet van a franchise-ban, elég a leghíresebbre gondolni, ugye, hát Anakin átállását. Rosszul tanítottalak! Gyenge maradtál! Tudhattam volna, hogy a Jediknek csak a hatalom kell! Anakin, Palpatine kancellár egy szörnyetek! Én nem őt látom szörnyeteknek, hanem a Jediket! Akkor neked véged! De engem még Mando és Grogu szétválása is megérintett ugye eléggé. De ott van még Ahsoka és Vader párbaja, Kanan halála, vagy hogy aktuálisak legyünk Ben és Vader párbaja. De ide sorolnám a 66-os parancsot is. A következő, ami számomra elég pozitívum, az a apa figurák. Hát ugye, aki apa nélkül nőtt fel, annak sok van. Szerintem nagyon sok kedvelhető apa figura van a sorozatban, Kanan, Din Djarin, de még én ide sorolnám Obi-Want is, mert azért Anakinnak eléggé egyengette a kis útját. A skifi iránti rajongás. Jó, igen, tudom, hogy ez igazából űropera, de akkor is inkább ma már skifinek mondják. Személy szerint nálam tökre megalapozta a skifi iránti rajongásomat. Ha nem lett volna Star Wars a fiatal éveimben, akkor nem biztos, hogy ennyire nagy skifi rajongó lennék. Hatalmas csaták, fénykard párbajok. Ugye szerintem a legepikusabb fénykard párbaj az Maul, Qui-Gon és Obi-Wan között dúlt, ugye a bajos árnyakban,
De ott van az első helyen Anakin és Obi-Wan és a Mustafaron, de van egy csomó tök jó csata, háború, mit tudom én mondom a kedvencemet, a Geonosis-i csata. Szerintem tökre epikus volt az első Geonosis-i csata, az azt hiszem, amikor ugye elfogják a Obi-Wanékat, és az összes Jedi szinte kime, egy tökre epikus, nagyon szeretem azt a káoszt, én nekem nagyon tetszik. Zenék. Szerintem erről nem kell sokat mondanom, ha még senki nem hallott egyet, akkor kapcsoljátok bármelyik aláfestő zenét a YouTube-on, és szerintem azonnal tetszeni fog, még akkor is, hogyha te nem szereted a Star Wars-t, vagy egyáltalán nem érdekel az egész. Játékok. Hát utoljára szeretném felhozni a játékokat is, ugye, mert most jelenleg hivatalosan 2 van a kánon szerinti történetvezetésben, ugye a Battlefront 2 és a Jedi Fallen Order a hivatalos, de én annó több ezer órát töltem bele a legendás Jedi Academy-be. Szerintem ez egy nagyon szórakoztató játék a mai napon, nyugodtan elő lehet venni, akár nem kell megijedni a grafikától, rohadt jó a fénykard párbaj rendszere, rohadt sokat toltam online, azt hiszem még a mai nap van belőle online e-sport fénykard párbajok. Nem tudom, hogy mennyire nagyszabású, nem hiszem, hogy nagyszabású, de elvileg van, én legalábbis úgy tudom. Aztán ezt a játékot nagyon lehet modolni, de rohadtul, meg annyi mód van benne, ami szinte új játékot varázsol belőle, úgyhogy még több ezer órát lehet el vele kockulni. Nagyon jó, mindenképp ajánlom, aki még nem próbálta ki, azt próbálja ki, mert egyébként a sztoria is rohadt jó, csak hát ugye Legends, ez már nem hivatalos, de még a sztoria is király. Hát kb. Ennyit szerettem volna összeszedni így ez ügyben, csak úgy szerettem volna most már kibeszélni magamból ezt a dolgot, mert miért ne? Neked melyik a filmes franchise a kedvenced? Melyik váltja ki belőled ezeket az érzéseket? Írd le kommentben, légy szíves. Köszi, ha megnézted. Sziasztok!